Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez most egy általános jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mi várható nálad a következő hetekben. Az első kártya az itt látható, és jelenti a felhőt. Ez arra utal, hogy benne vagy jelenleg egy bizonyos helyzetben, ami számodra átláthatatlan. Ez lehet a munkahely, vagy a család, a környezeted, vagy a párkapcsolatod, ahol érzed azt, hogy lesz változás, de nem tudod, hogyan tovább. Az is lehet, hogy a társad nem közli veled azt, hogy mit akar, nem mutatja ki az érzelmeit, ezért számodra itt valami átláthatatlan. Itt ez a felhő, ez jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Ez lehet a múlt, ez lehet a jövő. Lehet, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból, és ezt úgy éled át, mint fél évvel ezelőtt. Persze, ez a fél év jelentheti a jövőt is, hogy tervezel valamit, vagy ő tervez valamit, és ezt szeretnéd fél éven belül megvalósítani. Itt ezen a kártyán látható egy lovas férfi. Ez lehet egy férfi, aki visszatér a múltból, közeledik hozzád. De ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, mégpedig utal a mozgásra, mind arra, ami mozog. Ez lehet tánc, ez lehet sport, ez lehet egy utazás, ez lehet egy autó vétele, lehetnek változások, vagy amikor úgy előre mennek a dolgok. Azt is jelenthetik itt a kártyák, hogy vannak tervek, és itt lesz mozgás, amit ki tudsz, vagy ki tudtok fél éven belül alakítani. Ez a férfi szimbolizálja a társadat, vagy a lelki társadat, ő döntéseket hoz, mozgásba jön, és így előre mennek majd az események, akkor is, ha jelenleg még valami átláthatatlan. Persze a képek jelenthetnek két különböző férfit is, a társadat és valaki, aki visszatér hozzád a múltból. A gyermek jelenti a gyermekeket, a kapcsolatot a gyermekekkel. Itt lehet, hogy lesz mozgás, kirándulás, játszadozás. A gyermek jelentheti az ő fiatalos kisugárzását, vagy azt is jelentheti, hogy nálad van ez a fiatalos kisugárzás, vagy az ártatlanság, és ő figyel téged, ő ezt észreveszi. A gyermek jelenthet újdonságokat, vagy egy új irányt is, akkor is, ha még valami átláthatatlannak tűnik, lesz egy új irány, egy új kezdet, lesz mozgás. Ez a kártya a holdat szimbolizálja. Az lehet az anyukád, vagy az ő anyukája, itt is van akkor mozgás. A hold jelentheti az anyai érzelmeket, vagy így a gyermekkel együtt jelentheti egy kisbabának a születését is. Amit itt a hold még szimbolizál, az álmok, a vágyak, az elképzelések, ez megvan nála is, és tervez egy új kezdetet. De mivel a felhő itt megjelenik,
Néha nem lehet tudni, hogy lehetne ezeket az álmokat megvalósítani. Ez a kép egy gyűrűt szimbolizál. Ez a gyűrű jelenti a kapcsolatokat. Vagy azt is jelentheti, hogy a lelki társad még benne van egy házasságban, akkor ez a gyűrű jelentheti az ő házasságát. Más területeken jelenthet a gyűrű szerződéseket, adásvételi szerződéseket, vagy munkahelyi szerződéseket. Amit a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, és visszatérve a felhőre, ami fél évet jelent, hogy az, amit átéltél fél évvel ezelőtt, az visszatér hozzád. Itt a képen látható a hegyvidék. Ez jelenthet egy kirándulást például a hegyekben. Amit a hegy még jelent, az idő, a téli hónapok. A téli hónapokban lesz mozgás, lesz egy új kezdet. Amit ez a hegy még jelenthet, az akadályok vagy a problémák. Amennyiben ez a férfi házas, és ez a gyűrű jelenti a házasságát, akkor itt láthatóak a problémák, a nehézségek, az a rideg és hideg tartás. Tehát itt azért még vannak akadályok. De ezek az akadályok elmúlnak, hiszen látható itt a szabadság érzete, a levegő eleme, itt vannak újdonságok, ötletek, vidámság és beszélgetések. Ez a kártya szimbolizálja a fát. És az jelenti a biztonság érzetét, a munkahelyen, jó anyagi körülményeket, vagy a lakhelyedet, vagy a párkapcsolatot, hogy eléred a céljaidat, elfoglalod a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Amit a fa még jelent, ez a gyógyító erő. Ha beteg voltál, vagy valaki a családban, akkor itt lesz gyógyulás. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és akkor itt lesznek szerződések a tél folyamán, munkahelyi szerződések. A ház az jelenti az otthonodat. Az lehet egy szép környezet, erdő van a környéken, vagy egy hegyvidék. Amit a ház még jelent, a szülői ház, a rokonság, amennyiben a családban valaki beteg volt, akkor itt megvan, akkor a gyógyító erő. A ház az jelentheti az otthonodat, de azt is, hogy itt ki tudsz valamit építeni. Lehet, hogy ezen a területen akarsz dolgozni, ahol gyógyító erőről van szó. Akkor itt lesznek kapcsolatok, szerződések, és a ház azt jelenti, hogy megvannak az alapok ahhoz, hogy te ezt kiépítsd. És fél éven belül akkor itt lesz mozgás. És ez volt a jóslás, mi hogyan alakul nálad a következő időkben. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!